A fotóművész a Dombóvári Vasút fűtőházánál dolgozott. Munkája során merített ihletet a különböző fotók elkészítéséhez. Vasúti pályafutása során együtt élt a mozdonyokkal, és ez felkeltette érdeklődését, így megörökítette a szerelvények életét egy-két pillanatképpel. Az Apáczai Csere János iskolával közvetlen kapcsolatban volt, mivel a vasúti szakos osztályoknak adta át tudását, élettapasztalatát oktatási szinten, mondta Lőce Tibor, az intézmény igazgatója. Iskolánkban nagyon nagy tradíciója van a vasúti képzéseknek, jelenleg is folyik nálunk ilyen képzés, és az ország minden pontjáról jönnek nagyon elhivatott diákok, akik nálunk tanulnak. Aki a fényképet készítette, egyébként ő is régebben egy ilyen képzésben tanított nálunk, és nagyon örülök neki, nagyon megtisztelő számunkra, hogy itt helyet kapott nálunk ez a kiállítás. Főleg az elhivatott vasutas diákok, biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekesnek fogják találni. Older Robert megörökítette és életre keltette a mozdonyok világát. Fotói végig kísérik az első sínre állást az utolsóig. Nagyon megtisztelő számomra, hogy kaptam ezt a felkérést az iskolától, és bemutathatom itt a vasúti pályafutásom során elkészült fényképfelvételeimet. Javarészt a hobbi találkozik a szakmával, a fényképeken ez visszalátható. A járműparknak a felújítása, karbantartása, valamint az egyes járműveknek az életútjának a megörökítése, és egyes vasúti járműveknek a természettel való összekapcsolódása látható javarészt a képeimen. Hobbiként fotósként dolgozom, és hát a hivatásom, a szakmám az találkozik a munkámmal is. A kiállítás hasznos lehet azoknak a diákoknak, akik a vasúti pályafutást választják. A fotók segítségével belelátnak a múltba és a jelenbe, a mozdonyok életébe, és a fejlődés világába.